Üdv mindenkinek, Szkudéria vagyok, és folytatom az űrben a túlélést. Felírtam magamnak ide egy feszlire, mert nem mindig aznap folytatom a dolgot, hogy mi a feladat. Kell erre a kis hajónak az aljára rakni még egy-két meghajtót, átpakolni a konténerből, mert már veszélyes helyen van a piros hajóba, illetve el kell kezdenünk bontani a dolgokat, és ahogy látom, ezt most meg kell néznem, mert kapott megint komoly mennyiségű meteorta cucc. Hát ez már nagyon szétvert itt az alját. Megvan még a box. Itt még megvan. Jó. Na hát akkor. Gyerünk, hajrá. Mert ebből bajok lesznek. Ez a normál, ez elég durva, ez a normál meteor eső, amit beállítottam ahhoz képest. Jó, reaktorok rendben vannak, működnek, és akkor kioldjuk a P-vel a futóművet, és akkor felszállok ígyni. És akkor annyit teszek, hogy most kiszállok. És azt már láttam itt, hogy nem fejeztem be ezt a... Oké. Ezt a... Az előző részben láttam, hogy ez kimaradt, úgyhogy most megpótoltam. Azt mondja, hogy négyes kellenek, oldalirányú hajtóművek. Ezt meghegesszük azért, mögött is van egy. Jó, akkor ide rakok egy ilyen ilyet, meg ide is. Így. Azon gondolkodok, hogyha innen nem szedjük ki, mert az veszélyes lenne. De ezeket meghegeztem, aztán két oldalsót azt ide rakok mindenképp. Így. Meg ide is egyet. Rendben, és akkor még a süllyedéshez kéne egy-egy plusz hajtómű. Azon gondolkodok, hogy lehet, hogy ide rakom azokat. Ez itt nem tudom, nagyon bután néz neki. Na talán nem, meg talán nem is égeti le a talpat. Ez talán azt nem bántja, nem? Nem, talán nem. Jó, akkor lent van négy. Oldalra van 3, 3, meg előre is 3 fékező, és akkor még megnézem, hogy nem tudok-e még esetleg a hátuljába berakni. Végül is e helyére lehetne. Így. Azt megteszem, mert itt elég tréjül állunk hátul. Valamiért igen lassan gyorsult. Nagyszerű. Jó. Akkor ő most végleges. Végleges idő van. Most elmegyünk a... Elmegyünk a konténerhez. Első körbe átpakolunk, hogy ott biztonságban legyen minden, és akkor a... az értékesebb dolgokat lekapkodom a... Hogy ott van fönn. Várjunk, azért nézzünk így előre, és akkor talán így jobban tudok haladni. Ez manuális lesz, szerintem. Mert ebben már nincs semmi energia ebbe a piros űrhajóba. Nem hiszem, hogy ki tudom belőle nyerni a... Na nézzük csak meg. Aha. Amennyire lehet, közel járok. Előbbre egy kicsit. Így.
Jó, hát szerintem ez a maximum, amit ki tudok hozni. És akkor hagyom is a hajtóműveket, hogy nehogy elkóboroljon, és akkor így jó lesz, így át tudok nyúlni. Oké. Okay. Na ezt nem. Vissza kell raknom azt is. Hát az oxigént ezt nem tudom, hogy fogom áthozni. Arról lövésem nincs, mert van benne egy oxigéntartályos a piros hajóba. Azt nem tudom, hogy hozom át. Azt lehet, hogy ilyen, nem is tudom, palackokba kéne valahogy megoldani. Ez még a legegyszerűbb módja, így az átpakolászásnak. Hát, nem az üres üveget se rakom, mert elfelejtem. Inkább magamnál tartom. Jó lesz, mert ha az egész űrhajót lebontjuk, akkor ki lehet cserélni a flexeket elől. Ilyen hegesztő karokra, és akkor építő funkciókat fog ellátni majd a kis űrhajó. Úgyhogy, és benne vannak az alkatrészek, ami teljesen jól még nem csapja agyon egy meteor, tehát ez viszonylag biztonságos tároló lesz talán. Jó. Most már csak azt nem tudom, hogy van-e még valahol ebbe a piros űrhajóba tároló. Valamilyen tároló. Mondjuk itt van a refineri. Aha, ebben vannak cuccok, amiket még azért ki kéne vennem. Mert hogyha szétszedem, akkor ezek mennek az űrbe, szana szét. Úgyhogy ezt még ki nyerjük. Még fönt van egy összeszerelő is, azt is meg kell vizsgálni. Na, vagy át tudom futni azért. Van jég, gondolom ez már nem elérhető, mert nincs energia. Van még urán, ez egyikbe. Aztán ennyi. Összeszerelő üres. Jó. Oké, akkor még egy kis uránt kell talán megjeget. Valahol bent. Oké. Most bemegyünk, behatolunk az űrhajóba még egyszer. A jeget azt tudom, hogy hol van. Azt a mindenit. Már itt is járta. Ezeket megtöltöm. Ja, nincs energia, akkor nem töltöm meg, viszont a jeget elvisszük. Palackokat is, az üres palackot is, mindent. Így. Ebben már nincs urán. Egy darab se. Hát ez kiürült vajon. Ez a tartály. Vagy csak nem jelzi. Hát kicsit jégünk van, azzal még elleszek egy darabig. Csak ebbe a reaktorba lehet már urán. Mert többi már eltűnt. Ezek az ajtók a bajba vagyok mostanában. Elég komolyan. A következő áldozat az már ez lett volna. Az energiaellátásunk egy darabig azért adott. Van vagy 30 kg uránunk, azzal elhúzzuk egy darabig. Az oxigén már cinkesebb. Jó. Akkor ennyi. Ennyi volt. Kipucoltuk. Ezt még berakjuk ide. Biztonságba. Oké. Egy palackot magamnál tartok még, így. És akkor megnézzük, hogy üzemel ez a kis bontógép. Azt mondja, hogy G, és akkor megpróbáljuk összefogni a... Nem, nem itt kell, hanem a K. K így van. Flex. Flex 1, meg a Flex 2. Ezek lesznek a flexek. Jó, futóművek nem érdekesek, még a hajtóműket esetleg összefogom.
Így. Hajtóművek, szuper. És akkor most meg lesznek a csoportok. Akkor lesz az egyes blokk bekikapcsolás. Oké. Ez működik. Ez is működik, szuper. Akkor először is lefülészelgetjük a... Na, szép. És van. Nem tudom, hogy hol az árnyékos rész. De hol süt a fény? Na. Na, talán vége. Túltöltés van, az azt jelenti, hogy kicsit kevés a... Most mennek ezek? Jó, ezt leszettük. Ezt a talpat is leszereljük. Itt volt hátul a... Jó, akkor itt behatolunk. Azzal is vigyáznom kell, hogy nagyon lökködjem az űrhajót, mert... Most már hajlamos bemozdulni, és... Akkor nem tudom. Elkezd mozogni, akkor nem tudom stabilizálni sehogy se. Hoppá. Ezeknek a meteor által ütött lyukaknak nagyon nehéz eltalálni, hogy hol kell flexelni, mert csak bökködöm, bökködöm. Nem akarja eltalálni, hogy... Szerintem most megint valamerre már mocorog ez a kramanc. Jó, elkaptuk a reaktort. Ez volt így is a lényeges rész.
Sok vas is van benne, de az annyira nem vészes dolog. A golyóállóüveg például ott azokban a csövekben az fontos, hogy az meg legyen. Ez nehogy elvesszen. Ugye bejutok odáig. Itt is megyek a értékesebb anyagok irányába. Aztán foglalkozok csak a nyers vassal. Persze a nyers vas is fontos, de ha jól láttam, akkor ez a aszteroidja, ami mellett lakunk, ez elég sok fémet tartalmaz a színeiből. Az derül ki, úgyhogy... Na. Kicsit kijöttem a külső kameraállásba, mert nem fértem már hozzá nagyon. Na, aztán megvan a másik nagy főnyeremény, az erő, vagy a reaktor. Most kicsit megnézzük itt hátulról. Oké. Na, kicsit szünet van. Oké, ott egy elszabadult rész. Régen volt hát meteor eső. Ezt bepörgettem jól. Na jó, ez a zenyészeté. Nem fogom üldözni ezzel a szerkezettel. Ott is valami kidült, hogy az ilyen. Az ilyen talán. Ezt a két hajtóművet még innen leoperálom. Mindenképp. Oké. Akkor itt is van egy hajtómű. Ezt a nagy hajtóműveket bánom azért, hogy azok elvesztek. Jó, itt már nem látok semmi olyat, ami komoly lenne. Mi megyünk ide alulra. Nem megyünk be oda alulra. Megyünk azokért a meghajtókért, vagy hajtóművekért. Hopp, itt még hátul van egy nagy hajtóművünk is, azt még majd ki kell operálni. Na, itt ezeket összeszedem. Ó, félig lesz, félig szedtem ki csak azt a reaktort. Na.
Akkor most elkapjuk a hajtóművet is, meg a reaktort is. Szuper. Jó. Itt vannak a kis hajtóművek, azokat is kiszedegetem. És nem is tudom, lehet, hogy csak az egyik reaktorba raktam uránt. Igazából tudom a kis űrhajóm teljesítményt növelni, hogyha a másik részét is megpakolom. Kicsit több energiája lesz a szegénynek. Jó. Ez így rendben van. Ah, ott egy talp. A talp az fontos. Az fontos a talp. Jó, ott már nincsen semmi. Hát igen, ez gond, ez gond. Húzunk innen. Hát most reménykedünk csak, hogy nem trafál belénk valami. Teszem árnyékos terület. Meg most már nem tudom, hogy lehet, hogy a másik sincs biztonságban. A másik űrhajó. Azt se tuti, hogy nem süti a nap már. De nem, még jó. Még jó. Oké. Ha majd ide följöttem, akkor ezt itt kivégzem. Úgyis itt kell bejutnom a finomítóhoz. A meghajtókat, azokat legalább leszedegetem innen. Jó. Ezen a részen be is jutok oda szépen. Ezt is kiszedjük. Félek be itt. Jó, még akkor oldalányba is egy kicsit.
Na, mi történt? Ja, hogy itt nem tudok jobban kimenni. Picit kell csak odaérnem. El ne lökjem ezt, mert üldözni nem fogom tudni. Ez így jó. Oké. Az ott mi az az égés? Nyom. Na, kicsit hátrább tolatunk, és akkor ezt is leszedjük. Úgy van. Még ami kincsek vannak bent, az az ajtók. Csodálom, ha hihetetlen, hogy valamibe beleakad ilyenkor. Nagyon lassan nyitja el a menetet. Nézzük, az még árnyékos, szuper. Itt még vannak meghajtók, való láttam tetején, ott azokat még levadásszuk mindenképp. És utána akkor még az ajtókat megkeresem. Itt lesz az ajtó. Így ott még vannak ilyen, távolban láttam még egy-két továbbító csövet. Ide még bemegyünk azért a rámpáért. Ezen a felén is van egy rámpa. Ott van. Na. Ez így rendben van. Erről elmegyünk az űrhajó mellett alatt. Hihetetlen, hogy ez az izés kevés, ez a nem tudom hány hajtómű kéne hátrafele. Csak akkor még nem tudnák megállni vele, hogyha túl sokat pakolnák bele. Itt semmi kincs nincs, ahogy látom. Ó, elmegyünk alatta. Itt sincs. Hátul még van egy nagy meghajtó, ahogy látom. Azt még kinyerjük. Meg innen még benézünk az ajtóhoz. Ugyanúgy, mint a másiknál. És akkor még van amit észrevettem, valahol láttam még egy
egy ilyen továbbító csőrendszert és egy elosztót, vagy az is egy továbbító volt. Azt hiszem itt kivágtam a rámpát. De azért ezt itt még kifaragom és akkor belátok. Igen, itt már nincs meg a rámpa. Jó. Elmegyünk a hátulra, megkeressük még ezt a nagy meghajtót. Ott is van, középen. Közben jól lenne észrevenni, hogy hol volt az a, amit láttam, egy maradék kis csőrendszer, meg egy elosztó. Talán ebbe volt benne. Nem vagyok benne biztos. Aha, lehet, hogy oda pillantottam be. Most bemegyek ide a lyukon. Szóval három egységnél beférek szerintem. És hát remélem, ja itt azért beférek. Nagyon durva, hogy semmilyen tolóerőt nem akar produkálni, de most miért? Valamivel beleütköztem, nem? Na most. Ki kell mozdítanom oldalra, hogy egyáltalán valamire működjön. Akkor megy előre. Kész. Hát ez van egy kisebb bug. Jó. Mert jó, hogy vannak reflektorok, itt már azért elég sötétke van. Ezt is elcsipem. Hát itt már elég szűk helyen hegezgél, hogy flexelgetek. Na. Most azt hiszem elkaptam az oxigén tartályt. Az is megvan. Lassan, lassan ki kéne jönnöm. Elkapom. Így van. Hát azokat is majd összeszedem, de lehet, hogy oda bemegyek gyalog. Hopsza. Jó van. Talán ki tudok tolatni. Nem tudom, mi a baj. Ja, ugye? Az a baj. Aha.
Az is lehet, hogy már mocorog az űrhajó így önmagába, piros. Azt se tuti, hogy... Hogyan megyünk lefele C-vel? Itt kicsit fölröppenek. Kitakarja ez a... Jó. Azt kikapcsoljuk és egy kicsit kimegyünk személyesen. Elkapom ezeket a fontos elemeket, mert ez beltéri lemezek is fontosak. Két rámpa. Ezekben azt hiszem van egy cső is. Oké, jó. Itt is egy rámpa. Vagy acélrács van ezekben. Acélrács van elég sok. Úgyhogy azok még fontosak. Hát ebben meg rengeteg minden van, az ajtókat, azokat. Nagy vétség lenne itt felejtenem. Oké. Oké, oké. Ez is megvan. Kicsit hosszabbra sikeredett ez a rész, de... Aha, igen, ez kell meg ezeket a rámpákat leszedem innen. Csöveket. Itt már nincs semmi hasznos valami, így van. Már tömény vas. Ezek még. Hú, de néha bebírak adni valamiért. Ezt régebben nem csinálta. Pedig elvileg nem olyan gyenge a gépem. Ez megy hátrafele, ez egész kramanc. Ahogy látom. És... Be is kéne ülnöm, mert még azt meg tudom próbálni, hogy rászállok. Tudja stabilizálni ez a kicsi. Arra van egy kis minimális esély. Hogyha nem akadna be állandóan, főleg én dokkolás. Elvileg. Hogyha így rászálltam, akkor most megpróbálja blokkolni. Sebességünk az nulla. Még ez esetleges találat esetén is jól jöhet. Mindegy, most egyelőre akkor itt vége van ennek az epizódnak, és akkor a következő részben még megpróbálom összeszedni ezeket a vasakat is, hogy hát ha valamit még ki tudunk belőle nyerni. Akkor köszönöm a figyelmet, és akkor jövök majd a negyedik résszel. Sziasztok!